Házi készítésű lekvárok, könyvek, ruhák, ékszerek, mindez megtalálható volt az első alkalommal megrendezett bőrzén a Szent István Művelődési Házban. Azt gondolom, hogy az embereket meg kell ismertetni a kreativitás művészetével, illetve hogy egyedül is képesek maradandót alkotni. Az általános bőrzén és kézműves vásáron a környék kereskedői kaptak bemutatkozási lehetőséget, de bárki elhozhatta megunt portékáit is. Elsősorban kézműveseket vártunk, de természetesen sok olyas valakit is, aki szeretné értékes, de számára éppen már nem szükséges, tehát vagy megunt dolgait, hogy idehozhassa, megmutathassa, és hogy akár eladhatja, vagy pedig akár cserélhet is. Tehát igazából ez egy ilyen cserebere is, és egy adásvétel is létrejöhet itt ezen a helyen. A tervek szerint mostantól havonta egy alkalommal kerül megrendezésre a program, a belépés ingyenes.